A magyar gazdaság történet legnagyobb gazdaságfejlesztési csomagját tudtuk összeállítani. Ez 9000 milliárd forintot jelent, a gazdasági teljesítményünk kb. 20%-ára kitevő nagyságrendet, csak hogy érzékelni lehessen ennek az összegnek a nagyságrendjét. A pénzügyminiszter kedden Nyíregyházán beszélt a koronavírus járvány okozta gazdasági belassulásról, illetve arról, hogyan próbálja a kormány minél hamarabb újraindítani azt. Ehhez pedig a multinacionális vállalatok mellett a közép, kis és mikrovállalkozásokra is szükség van. Hangsúlyozta Varga Mihály egy 42 millió forintos fejlesztésről szóló támogatói szerződés aláírásán. Arra van szükség, hogy a munkahelyeket meg tudjuk őrizni. Azok a cégek tehát, amelyek ilyen típusú tervekkel rendelkeznek, munkahelybővítés, munkahely megtartás, ezeket támogatni kívánjuk, akár európai uniós forrásból, akár hazai nemzeti forrásból. Egy ilyen eseményen vagyunk ma jelen. Valóban, ahogy ön is mondja, ez a 40-42 millió forint nem tűnik egy nagy összegnek, de ennek a vállalkozásnak az életében ez nagyon komoly beruházás lesz, hiszen új gépet tudnak vásárolni, meg tudják valósítani azt a fejlesztést, amit korábban terveztek, anélkül, hogy akár egyetlen dolgozót is el kellene küldeni. Tehát miközben fejlesztenek, bővítenek, beruháznak, megtartják a meglévő munkahelyeket is, és ilyen vállalkozások vannak ma a magyar kormány támogatási középpontjában is. Az Industrial Electric Bau Kft. Telephelye a 36-os főút Nyíregyházáról kivezető szakasza mellett. A villamosipari piacon tevékenykedő cég 13 éve immár két telephelyen működik a Szabolcsi megye székhelyen. A bővülő igényeket jelenleg nem is tudják mind kiszolgálni, erre nyújthat megoldást az a kapacitás bővítő fejlesztés, amely ginopos forrásból valósulhat meg. Mindenképpen azt várjuk, hogy olyan területeket is ki tudjunk szolgálni, amiket eddig nem tudtunk kiszolgálni. Tehát nem kell visszamondanunk olyan felkereséseket a multik cégektől, hogy amik eddig esetleg előfordultak, tehát mindenképpen árnövekedés, árbevétel növekedés, illetve hogyha olyan leterheltségű munkákat kapunk, akkor akár még létszámbővítést is eredményezhet kezelő szintjén, tehát új kezelőket esetleg felvenni. Ehhez folyamatos leterheltség szükséges ugye a gépekre. Épp dolgozik a megmunkáló gép az üzemben. Egy ilyen, de ettől kétszer nagyobb eszközzel bővül hamarosan a géppark, magasabb szintre emelve a CNC kapacitást. A keddi eseményen Nyíregyháza polgármestere azt emelte ki, hogy a város számára is fontosak a kisebb cégek. Ilyen kisvállalkozások, amelyek stabil háttérrel, jövőképpel és állandó fejlesztésekkel működnek, ezek nagyon fontosak, de fontosak a nagy beruházások szempontjából is, mert ez a cég is dolgozik a Legónak, dolgozik a Hübnernek a legújabb csarnok átadásán, és már üzleti titkokat nem akarok elmondani, vannak újabb megrendeléseik is. Ez is fontos abból a szempontból is, hogy nagy multicégek Nyíregyházát válasszák a befektetésük helyszínéül. Az Industrial Electric Bau két telephelyén 26-an dolgoznak. A vállalkozásnál terben van egy új összeszerelő üzem felépítése, akár még idén. Emellett a tudásbázist is tovább bővítenék, új kollégákat felvéve.